Sziasztok! Hát a mai videóban egy fontos témát fogunk érinteni, az időszakos böjtöt. Arra gondoltam, hogy csinálok erről is egy videót, ugyanis rengeteg kérdést kapok ezzel kapcsolatban, és mivel van már benne tapasztalatom, és tudok mondani róla véleményt, hogy mégis milyen, mit művel a testemmel, hogy érzem magam, így arra gondoltam, hogy akkor meg is csinálom nektek, és kicsit így a személyes tapasztalatomat is beviszem ebbe az egészbe. Van előttem egy jegyzet, ugyanis nagyon sok mindenre ki szeretnék térni, és nem szeretnék semmit sem kihagyni, úgyhogy ezért van ez itt. Na de hát kezdjük is azzal, hogy miben különbözik ez az időszakos böjt a többi diétától. Alapjártam véve nem nevezhető egyébként ez diétának, ugyanis nem szabja meg, hogy mit egyél. Itt nincs megszabva, hogy mit ehetsz, ugyanakkor megszabja azt, hogy milyen időközönként ehetsz. Két ciklusa van, a böjtölés, illetve az evési szakasz. De nagyon fontos, hogyha ennek az egésznek szeretnéd a hatékonyságát, mert nyilván azért kezdesz bele, ezért fontos, hogy egészségesen egyél, amikor az evési időszakod van. Az időszakos böjtölésnek rengeteg előnye van, én mégis azt az egy fontos előnyt emelném ki, ami miatt az emberek elkezdik ezt csinálni. És ez pedig a testcsúcsökkentés. Ugyanis előnye, hogy normalizálja az inzulin szintet. Gondoljatok csak bele, mi történik a szervezettel, amikor eszünk. Amikor eszünk, tápanyaghoz jutunk, az inzulin szint megemelkedik. Ugye amikor például napi 5-ször étkezünk, akkor folyamatosan magas az inzulin szintünk. Ugye van a 3 fő étkezés, a reggeli, ebéd, a vacsora, és hogyha az között még folyamatosan snackelünk, akkor igazából az inzulin szintet az folyamatosan magasan tartjuk. Tehát a szervezet folyamatosan raktároz. Vegyük például a legnépszerűbb böjtöt, ez a 16-8-as, én is ezt csinálom. Ez annyit jelent, hogy 16 órán keresztül nem adunk ételt a szervezetnek, tehát böjtölünk, és a maradék 8 órában pedig étkezhetünk. A maradék 8 órában maximum 2-3-szor étkezünk, tehát nincs lehetőségünk az inzulin szintet folyamatosan magasan tartani. Azaz a szervezetnek nincs lehetősége a raktározásra. És már értitek, hogy miért emeltem ki a testcsúcs csökkentést, hogy miért is ez a legfontosabb előnye, hiszen 16 óra alatt, hogyha ugye a 16-8-as böjtölést választott, 16 órája van a szervezetnek a raktárakat kiüríteni, illetve a zsírokat, az elraktározott zsírt is lebontani. Éppen ezért mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó zsírégető módszer, főleg, hogyha ez kiegészített sportolással. Ugyanakkor, hogyha te nem fogyni szeretnél, hanem szimplán szeretnéd a további előnyeit hasznosítani ennek az egész böjtölésnek, akkor is természetesen ugyanúgy tudod te is alkalmazni. Ugye nyilván a fogyás az attól függ, hogy mennyi kalóriát viszel be. Van a YouTube csatornán van egy olyan videó, amiben kiszámoljuk együtt, hogy a szervezetnek mennyi tápanyagra van szüksége, mennyi szénhidrátra, fehérje, zsírra és kalóriára van szüksége. Ez mindenkinél más, személyenként eltérő, de mindent megmutatok abban a videóban, úgyhogy te is ki tudod számolni. Ennek az egész időszakos böjtnek a lényege az, hogy milyen időközönként eszel. Rengetegféle módszer van, a 16-8-as a legnépszerűbb, én is ezt alkalmazom. Éppen azért, mert 16 óra szükséges ahhoz, hogy a szervezet a zsírraktárokhoz nyúljon. De ugyanakkor ezt tovább lehet vinni, és lehet 18-6-ot is csinálni, amikor 18 órán keresztül nem nyúlsz ételhez, és 6 órán keresztül eszel, vagy akár ennél följebb is lehet menni. Ezt mindenki saját magának tudja eldönteni. Igazából én ezt a 16-8-asat is úgy érzem, hogy úgy még pont elég, mert ennél többet nem szívesen csinálnék. Ugyanakkor, hogyha ezt soknak érzed, de ezt természetesen lejjebb is lehet venni, a 16 órát le lehet venni 14-re, és a 8 óra evés időt pedig fölemelni 10 órára. Ezt mondom, ezt személyre is tudjátok magatoknak szabni. Hogyha te eddig napi 5-ször étkeztél, akkor valószínűleg ez nagyon-nagyon nehéz lesz neked, ugyanis ezt a napi 5 étkezést először le kell csökkentened. Fontos a fokozatosság elve, mint minden másnál. Nem szabad hirtelen fejest ugrani a mély vízbe, vagy felhevült testtel a hideg vízbe ugrani. Ugyanis szinte biztos, hogy csalódás ér, és nagyon könnyen el fog menni a motivációt. Azok, akik napi 5-ször étkeznek, én először azt tanácsolnám, hogy próbáljanak meg először napi 3-ször enni, a 3 fő étkezést betartani, és nem snackelni, vagy nassolni, tízorizni, uzsonnázni hívjuk, ahogy szeretnénk, így az étkezések között, és akkor csak utána esetleg megpróbálni azt, hogy
hogy a 14-10-eset, vagy a 18-6-osat, amelyik kényelmes. Nyilván éhes leszel, biztos vagyok benne, hogy éhes leszel, de ezt meg fogja később szokni a szervezet, és az éhség is előbb-utóbb el fog múlni, csak várnod kell egy pár percet. Én ilyenkor vizet szoktam inni, vagy teát szoktam csinálni, de ugyanakkor lehet kávét is inni, csak feketén. De mi van akkor, hogyha én folyamatosan éhes vagyok, folyamatosan enni akarok, folyamatosan kívánok valamit? Ez valószínűleg azért van, mert nem eszel eleget egy étkezés alkalmával. Próbálj meg sokkal több ételt pakolni a tányérodra, sokkal több tápanyagot bevinni egyszerre, mert hogyha ebédidőben nem viszel be elég kalóriát, elég makrotápanyagot a szervezetedbe, akkor persze, hogy éhes leszel utána 1-2 óra múlva, mert a szervezeted kívánja a további tápanyagokat, mert nem adtad meg neki a megfelelő mennyiséget. És hát egy fontos kérdés, hogy mit tegyünk akkor az alatt, a 8 óra alatt, amíg lehetőségünk van enni. Nagyon fontos, hogy ne folyamatosan együnk, szóval ne az van, hogy oké, ez az, végre eljött a 8 óra, és akkor mindent betolok, amit csak találok. Nem. Tudjuk, minek a pofon. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy egészségesen együnk ez alatt a 8 óra alatt, és a 8 óra alatt bevigyük a számunkra megfelelő tápanyag mennyiséget, ugye, amit korábban kiszámoltunk együtt. A másik dolog az az, hogy sohasem máshoz hasonlíts magad, vagy sohasem más próbálj megkövetni. Én ezt többször elmondom nektek egyébként így az Instagram oldalomon is, hogy amit én csinálok, amit én eszek, az nem biztos, hogy neked jó, vagy lehet még átesz is vele. Én sem folyamodok olyan dologhoz, ami érzem, hogy nem jó a testemnek. Szóval, hogyha én puffadok folyamatosan a karfiol-tól, akkor biztos, hogy nem fogok karfiolt enni, mert érzem, hogy ez a szervezetemnek nem jó. Aki érzékeny a tejtermékekre, az ki fogja kerülni a tejtermékeket, mert érzi, hogy nem jó a szervezetének. Szóval minden szervezet más, és ez ugyanúgy érvényes az időintervallumnak a beosztására is. Valaki éjszaka dolgozik, valaki nagyon-nagyon korán kell. Aki nagyon korán kell, például ilyen hajnal 4-kor, az nem fogja tudni csinálni azt, amit én csinálok, hogy este 8-kor én befejezem az étkezést, és másnap délben fogok újra enni. Ugye így jön ki a 16-8-as bőjt, hogyha én ezt így osztom be. De ugyanakkor, hogyha te mondjuk korán kezd, akkor ezt természetesen eltolhatod, és akkor ne 8 órakor kezd el, hanem mondjuk ne 8 órakor fejezd be az evés, hanem mondjuk 3 órával hamarabb, és ugyanúgy 3 órával hamarabb tudsz is enni. Nézzük, hogy milyen tapasztalataim vannak, és hogy pozitívnak vagy negatívnak gondolom ezt az egészet. Hát, hogyha megcsináltam erről a videót, akkor valószínűleg van pozitív dolog, de ugyanakkor ez mellett természetesen lehet negatív is ebben az egészben. Én azért kezdtem el, mert ugye aki követ, tudja, hogy a ketogén diétát csinálom most, ami nagyon-nagyon sok zsírt tartalmaz, és a zsír miatt folyamatosan telinek érzem magam, és nagyon, nagyon ritkán van az, hogy egy étkezés előtt én éhes lennék, és az egy jó érzés, amikor éhesen tudsz leülni étkezni. És előbb-utóbb azon kaptam magam, hogy folyamatosan nyúlok valamiért. És nem azért, mert éhes voltam, hanem mert unatkoztam. És folyamatosan nyúltam egy kis mogyoróért, természetesen a ketogén diétán belül, a tápanyag mennyiségemen belül, de folyamatosan ettem, és oda jutottam, hogy folyamatosan puffadva éreztem magam, folyamatosan telinek éreztem magam, és akkor döntöttem úgy, hogy oké, most muszáj valamit csinálnom, mert már reggelente. Nem érzem azt a könnyedséget, nem érzem azt a laposságot, amit korábban, amikor elkezdtem a ketogén diétát, akkor éreztem, és jó volt az a hatás, amit elértem vele. Úgyhogy éppen ezért kezdtem el az időszakos böjtöt is. Egyébként én már korábban, hónapokkal ezelőtt csináltam, akkor is éreztem a pozitív hatását, és most már körülbelül egy hete, másfél hete csinálom, és végre érzem azt a könnyedséget is reggel, amit... Szóval igazából amiért elkezdtem, azt el is értem vele. Úgyhogy éppen ezért nekem pozitív. Ami nehéz volt a legelején, az, hogy én nagyon-nagyon szeretek reggelizni. És ugye itt érdemes 2 főétkezést beiktatni abba a 8 órába. Ugye az elsőt ilyen dél és egy körül, a másodikat pedig ilyen 6-7 körül.
És igazából így az étkezések között nekem nem is volt problémám, mert én szeretek egyszerre többet enni, és akkor a két étkezés között semmit sem enni. Szóval nekem ez így szuper, hogy kétszer eszek a 8 órában, viszont a reggelit én nagyon-nagyon hiányoltam az elején, és ugye én leginkább délelőtt szeretek edzeni, délelőtt vagyok itthon egyedül, akkor dolgozom nagyon-nagyon sokat, és így hirtelen nagyon-nagyon hiányzott az, hogy én reggel egyből egyek. Úgyhogy muszáj voltam valami plusz programot beiktatni magamnak, hogy ne gondoljak az ételre. És ilyenkor kezdtem el reggelente beiktatni a sétákat. Amikor fölkelek, én egyből megiszok. Hát, ha nem sikerül egy litert, akkor fél liter vizet biztosan megiszok, facsarok bele egy fél citromot, beveszem a zsírégetőt, és megiszom a kis fokozómat, edzés előtti energizálómat, amíg hat a zsírégető, addig pedig sétálok egy kört a parkban, és ezzel általában ilyen 9-10, fél 11-re végzek is mindennel, és utána már csak egy másfél óra van, mire tudok étkezni. Természetesen nekem most erre lehetőségem van, így, hogy itt vagyunk kint Németországban, és karantén van, de ugyanakkor én arra gondoltam, hogy ezt hétköznap fogom csinálni, ilyen heti 5 napban, és a hétvégén pedig nem fogom csinálni, vagy legalábbis nem ilyen 16-8-asban. Kezdetben nagyon kiadott a sport teljesítményemre, nem éreztem, hogy lenne elég energiám, ugyanis amilyen edzést csinálok, szerintem az elég intenzív, és ehhez nem mindig volt energiám. Szerencsére ennek a megproteines edzés előtti fokozónak köszönhetően van elég energiám letolni az edzést. Ugyanakkor, hogyha például élő edzést tartok nektek, akkor viszont biztos, hogy fogok előtte enni, és akkor mondjuk előző nap kicsit hamarabb fejezem be az étkezést, hogy tudjak még reggelizni az élő edzés előtt. Gyakori kérdés lehet, hogy és mennyit böjtöljek. Hát ezt ugye már hangsúlyoztam korábban is, hogy mindenkinek magának kell eldönteni. Keresgélhetsz az interneten, rengeteg féle van, kiválaszthatsz különböző napokat is, de ugyanakkor, mint mondtam, felosztatod a napodat is különböző időszakokra, de van olyan, aki egy napot rendesen étkezik, egy napot böjtöl, hát én nem bírnám ki azt, hogy 21 órán keresztül tényleg nem eszek semmit. Lehet hozzá tudnám szoktatni a szervezetemet, de most jelenleg azt érzem, hogy ez számomra lehetetlen lenne. Szóval ez nagyon-nagyon változó, igazából amennyi jól esik, annyit végez, figyelj a testedre, de ugyanakkor nyilván fontos, hogy meghúzd a határokat is, tehát hogyha éhes vagy, akkor ne rögtön az én az első gondolatod, hogy oké, akkor most ennyi esett jól, és akkor most abba is hagyom. Ez teljesen normális reakció, mindenki úgymond éhezik egy kicsit, de ez későbbiekben ez el fog múlni. Ez fontos, hogy úgy fogd fel, hogy ez egy új szokás az életedben. 21 nap szükséges ahhoz, hogy egy új szokást már így beiktass az életedbe, de szerintem is fontos, hogy egy ilyen 3-4 hét azért kell ahhoz, hogy valamit megszokjál, és úgy végezd, hogy nem megterhelő. De talán a legfontosabb az, hogy fejben hogy állsz hozzá ehhez az egészhez. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a negatív oldalát lásd ennek az egésznek, fontos, hogy a pozitív oldalát is lásd, fontos, hogy jól csináld, és odafigyelj azokra az alapdolgokra, amiket elmondtam neked ebben a videóban, ugyanis nem lesz hatásos, nem fogod látni az eredményét, és természetesen abban marad a motivációd is, és kukába dobod ezt az egészet. Mert ugye, hogy amint jön az eredmény, akkor onnantól kezdve egyre jobban hiszel ebben az egészben, és egyre motiváltabban fogod csinálni, úgyhogy ezért fontos, hogy beleadjál mindent, apait, anyait. Lehet, hogy nehéz lesz az elején, de aztán hidd el, hogy ki fog ez fizetődni későbbiekben. Nem vagyok orvos, nem tudok erről szakvéleményt mondani, én is, mint mindenki más, a különböző szakvéleményeket böngésztem össze az internetről, és próbálok nektek magyarul ilyen az egyszerűsített verziót átadni. Amit én olvastam az, hogy nem ajánlott ez kismamáknak, szoptatós anyukáknak, tinédzsereknek, ami igazából logikus, hiszen tinédzsernek a teste még fejlődésben van, folyamatos tápanyagra van szüksége, nem feltétlenül teszen neki ez jót, de nyilván ugyanakkor pedig lehet, hogy tényleg pont a jó oldalát fogja ennek az egésznek tapasztalni. Én, amikor tinédzser voltam, ilyen 17-18 körüli,
én nem vontam meg magamtól semmit. Igyekeztem egészségesen enni, természetesen így a kenyeret, meg ezeket a cukrozott péksüteményeket én elhagytam, és nem fogyasztottam, de ugyanakkor én rendesen megvolt ez a napi 5 étkezés, és nem éheztem, szóval hogy inkább arra törekedtem, hogy minél egészségesebben egyek. Azok is, akiknek bármilyen érzékenységük van, vagy valamilyen betegségük, mindenképpen beszélnek előtte az orvosukkal, és csak utána folyamodjanak egy ilyen böjtöléshez, mert ugye fent áll a veszélye annak is, hogy rosszul leszek abban az X órában, amíg böjtölök, és szédülni fogok. És persze, hogyha érzed, hogy ennek jönnek ezek a rossz hatások, és nem múlnak el, akkor valószínűleg túlságosan is megerőltetted magad, és nem érdemes ilyen hosszú távon böjtölnöd, hanem lehet először inkább apró lépésekben kéne haladnod, és nem pedig kikészítened ezzel a testedet. Én a Weekly Killer csoportban is azt mondtam nektek, hogy figyeljetek a testetekre, figyeljetek arra, hogy mi a jó neki. Nem kell szélsőséges diétákhoz folyamodni, nem kell tényleg ilyen iszonyatosan kevés kalóriamennyiségeket enni, mert én tudom jól, hiszen az évek alatt szinte mindent kipróbáltam, a tojás diétától kezdve mindent, és soha nem ettem elég kalóriát, volt, hogy tényleg ilyen napi 600 kalóriákat ettem, és persze le is fogytam vele nagyon szépen, de ugyanakkor mindenféle negatív hatás is társult ehhez a nagyon alacsony kalória mennyiséghez, nem volt energiám. Amikor úgy döntöttem, hogy akkor oké, most megérdemlem azt, hogy bűnözzek, nem bírtam megenni egy szelet pizzát, mert iszonyatosan fájt a hasam, hullott a hajam, tényleg rengeteg problémám volt ezekből adódóan, és ugye amikor próbáltam visszatérni, hogy akkor egészségesen eszem és többet eszem, akkor pedig jöttek vissza a kilók is. Éppen ezért hangsúlyozom ezt ennyire ki, hogy igenis enni kell, igenis szükség van a kalóriákra, mert nagyon sokszor az a gond, hogy nem eszel eleget ahhoz, hogy a szervezeted kalóriát tudjon égetni, de mondom, a videómban, amiben kiszámoljuk a szükséges mennyiségeket, ott erre is kitérek. Hát ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban, lehet, hogy kicsit hosszúra is sikeredett, de remélem minden kérdésetekre kaptatok választ, ha bármi még lenne, akkor nyugodtan a komment szekcióban kérdezhettek, és meg fogom őket válaszolni. Ha hasznosnak érezted és tetszett, akkor mindenképpen nyom nekem egy lájkot, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!